Sziasztok, Kurta Zsuzsa vagyok, engem a konyhafőnökből ismerhettek, és készítek most nektek egy afrikai harcsapörköltet túlos csuszával. Én úgy szoktam főzni, hogy mindig előkészítem az alapanyagokat, amit meg kell vágni, azt megvágok, és külön tálkába berakom, és utána kezdem el a főzést. Először fölaprítom a szalonnát, utána fölvágom a hagymát, a paradicsomot, a paprikát és az afrikai harcsát. Kész vagyunk az előkészületekkel, és most kezdjük főzni a pörköltet, a szalonnával indítunk. Most a szalonnát kivesszük egy tálba, és mehet bele a hagyma. Jöhet bele a piros paprika. Belerakjuk a paprikát meg a paradicsomot is. Sózzuk és borsozzuk. Tetszés szerint rakunk bele egy kis csilit. Én ennyire gondoltam, ti majd eldöntitek, hogy mennyit szeretnétek belerakni. És most belerakjuk a halat. És akkor fölöntjük jó minőségű fehér száraz borral. Rátesszük a fedőt, és addig kifőzzük a tésztánkat. Visszaöntjük a megfőtt tésztánkat ebbe a lábasba, hozzákeverjük a túrót meg a tejfölt. Beleteszünk még egy kis petrezselymet apróra vágva, meg egy kis tejfölt, és tálalunk. Remélem tetszett a videó, próbáljátok ki a receptet otthon, és kövessétek, ahol csak tudjátok, a Street Kitchen oldalát. Sziasztok!